A termelői piacok támogatásával a kormány továbbra is a helyi termelőket szeretné segíteni, és a koronavírus által okozott gazdasági károkat enyhíteni. Hangzott el április 24-én az új üllői piac átadásán. Az ünnepi eseményt élőben közvetítettük, most összefoglaljuk a hétvégi történelmi pillanatokat. Az új cseppő 2021. évének, Szent György havának, annak is sárkányölő Szent György napján, azaz a mai napon, 9 órakor, tehát ebben a pillanatban, megnyitottak itt az Üllői Városi Piac. Fogadják szeretett a város előjárói vendégeit, kérem figyelmet egy pillanatra ide. Isten hozott mindenki. Miután kidobolták az új piac átadásának tényét, Üllőváros polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Közöttük is az agrárminisztert, a térség országgyűlési képviselőjét, valamint a szomszédos települések polgármestereit. Miután a település vezetője felidézte a korábbi helyi piacok működését, históriáját, történelmi pillanatnak nevezte az ünnepélyes átadás napját. Majd elmondta, hogy a beruházás részeként milyen infrastruktúrát alakítottak ki. A városháza melletti és mögötti területen, itt ellalakban építettük meg a jelenlegi piacunkat. 14 kis üzlet, 2 darab raktár, szabvány szerint illemhelyeket építettünk, egy gyönyörű épületet biztosítunk a piac felügyeletére, ügyfélteret építettünk ki. A beruházás részeként parkosításra került sor, zöld felületépítésre, 3500 darab cserjét, több fát építettünk, a meglévőkre igyekeztünk vigyázni, tényleg csak azokat kellett eltávolítani, amelyek betegek voltak. A növényvirághoz öntözőrendszereket építettünk ki. A polgármester köszönetet mondott a képviselőtestületnek azért, mert a javaslatot elfogadva az új piac létrehozása mellett döntött. A település vezetője, a társadalmi alpolgármesternek, a jegyzőnek, az aljegyzőnek, a pályázati referensnek, a pénzügyi vezetőnek, a hatósági irodavezetőnek és a kivitelezőknek is megköszönte a kiváló előkészítő, tervező és végrehajtó munkát. A teljes bekerülési költség meghaladta az 500 millió forintot. Az önkormányzatnak saját erejéből kellett megteremteni a különbözetet. Itt meg szeretném köszönni a pénzügyi csoportomnak, különösen pénzügyi vezetőmnek, Rudolf Jenőnek, hogy jól gazdálkodtunk, és büszkék lehetünk, hogy ezt meg tudtuk teremteni. Ezután a feladat már adott volt, hiszen tervezőt kellett választanunk. Legkedvezőbb pályázatot Rombauer Gábor, a Térműhely Kft. Vezetője nyerte el. Nagyon szépen köszönöm a munkáját. Ezután természetesen közbeszereztettük az egész projektet, és most már boldogan mondhatom, hogy egy olyan cég nyerte el a kivitelezést, akit nem ismertünk, referencia munkáit láttuk. Hát meg kell, hogy valljam, ha körbenéznek, igazán minőségi anyagok épültek be, határidőre elvégezték a munkájukat, nagyon jó volt együtt dolgozni. Szeretném megköszönni a Reo Group cég ügyvezetőinek, Szűcs Ferenc úrnak, Varga János úrnak, itt vannak közöttünk, és természetesen Pintér Tibornak, műszaki vezetőnek, aki mindent megtett azért, hogy ilyen csodálatos komplexum legyen körülöttünk. Természetesen ehhez kellettek a műszaki ellenőrök is, hiszen nélkülük ezek a kooperációk nem zajlottak volna le igazán. Tehát köszönöm Szlávik Robertnek és csapatának a munkáját, itt vannak ők is körülünkben. Köszönöm Lengyel Daniellának, műszaki kolléganőmnek, és Péteri Veronikának, pályázati referensünknek, akik itt vannak körünkben. Igaz, hogy háromnegyed részben szálltak be ebbe a projektbe, bedobtuk őket a mélyvízbe szó szerint, de becsülettel helytáltak, és kívánom, mivel fiatalok, hogy sok ilyen hasonló munkában legyen részük. Szeretném megköszönni Meddedovszki Béla képviselőtársamnak, aki, mint építészmérnök, igen sokat tett, és bármikor hívtam a kooperációra, szükség volt a szakmai segítségére, mindig helytállt, és
köszönöm szépen, hogy folyamatosan segítette a munkánkat. Segítette ezt a munkát Szabó Ágnes hatósági irodavezetőnk, aki már inkább a hatósági oldalában tüsténkedett, és Tóth Gáborné kolléganőm, Juditka, aki az üzletekkel igen sokat foglalkozott, és a pályázatokkal, köszönöm neki is a munkáját. És hát természetesen köszönöm szépen Varga László társadalmi alpolgármesterünk munkáját, aki szívvel, lélekkel ezt az első projektet végigvezényelte. Sokat segített a Városüzemeltető Kft. Minden egyes dolgozója. Amikor egy ilyen beruházásról beszélünk, akkor bizony-bizony azt láthatjuk, hogy vannak kivitelezők, vannak tervezők, megy minden a maga útján. Mindig vannak olyan plusz feladatok, amit bizony velük kell, hogy megoldjunk. Köszönöm a munkájukat, viszont igazán most hárul rájuk majd a nagy feladat, hiszen eddig, ami volt a Hunyadi utcába, Hajcsár utcába, az egy közterületi árusítás volt, most pedig kérem szépen hivatalosan működtető piacot fogunk saját magunk, illetve a Városüzemeltető Kft. Működtetni. Nem lesz könnyű feladat, de én úgy gondolom, hogy egy szép kihívás. Az önkormányzat képviselőtestülete természetesen támogatást nyújtott arra vonatkozólag, hogy munkahelyeket teremtettünk ezzel a plusz létesítménnyel. Ezért piacfelügyelőt biztosítunk, díjbeszedőt, takarítót, parkfenntartót, tehát a működtetést szeretnénk, hogy ugyanilyen szinten, szépen, hosszú távon megvalósuljon és működjön. A térség országgyűlési képviselője a hagyományok és a támogatások fontosságára is felhívta a figyelmet, de azt is elmondta, hogy a gyermekintézmények létrehozása és a munkahelyteremtés terén is nagyot alkotott Üllővárosa. Én hozzátenném, hogy köszönöm a kormánynak, hogy Budapest és Pest megye viszonyában is egy olyan helyzetet teremtett, hogy a Pest megyei leszakadó térségeket támogatta egy 80 milliárd forintos alappal, aminek a részeként nem csak az üllői piac, hanem másik 19, tehát összességében 20 piac újul meg, vagy épül Pest megyében. Erre komoly igény van, ezt mindenképpen fontos elmondanunk. Polgármester asszony szerény volt, de azért mondjuk el, hogy az elmúlt héten adott át a város egy új bölcsödét, a tavalyi évben egy új óvodát, és nagyon komoly gazdasági fejlődés indult meg ezen a területen, hiszen hamarosan indul az a hatalmas multinacionális cég, aki 1000 munkahelyet fog építeni itt a városban. A Lenovo-ról beszélünk, de természetesen vannak olyan nagy multicégek, akik itt komoly raktárbázist építenek. Nagy István agrárminiszter a piac ünnepélyes átadóján arról beszélt, hogy a kormány 2012-ben a helyi gazdaságok élénkítésére vezette be a termelőpiac fogalmát és támogatta a piacok kialakítását. Így 2020-ra csaknem a háromszorosára emelkedett a piacok száma. 2012-ben 117, míg tavaly évvégén már 324 termelőpiac működött az országban. Az agrárminiszter a járvány okozta nehézségek közepette megköszönte mindenkinek a fegyelmezett magatartást, majd a piac átadás kapcsán a gazdaság erősítésének fontosságát, a magyar termékek és a helyi termelők támogatását, valamint a közösségi tér, a találkozások nagyszerűségét emelte ki. Most nyíló piac hatható segítséget tud nyújtani és egyedülálló helyszínt teremt a termelőknek. Az Üllőn és környékén élőknek pedig kiváló lehetőséget jelent, hogy jó áron jussanak hozzá, és jó minőségű, friss és egészséges magyar élelmiszert tudjanak fogyasztani. Az egész járványban nagyon nagy segítséget jelentett számunkra a piacoknak a léte. Ráirányította a figyelmet arra, hogy mekkora szükséges és mennyire fontos az önellátás képessége. Ráirányította a figyelmet arra, hogy a magyar gazdák milyen kiválóan tudnak küzdeni, hiszen az ő életük is veszélybe volt, de senki nem tudott közülük home office-ba vonulni, nem tudott leállni az iparág, hiszen mindnyájunknak minden nap enni és inni kellett, ahhoz pedig friss és minőségi élelmiszerre volt szükség. Köszönet nekik innen is, erről a helyről is, hiszen elérkeztünk idáig, eddig a mai napig is. A tavaly kezdődött munkálatoknak ma már a végéhez értünk, a munka meghozta a gyümölcsét. A Városközpont egy modern, fedett, többfunkciós építményt kapott, amelyet más események alkalmával is hasznosíthat majd a közösség.
hiszen a piac az sosem csak egy gazdasági egység. Az mindig agóra is, közösségi tér is, és ez adja az igazából az erejét. Itt lehet találkozni egymással, itt lehet megkérdezni, hogy hogy vagy, itt lehet megkérdezni azt, hogy mit tervezel, mit ajánlasz. Fantasztikus dolgok ezek, a találkozás helyszíne is. Nagy öröm, hogy ehhez, ahogy már polgármester asszony is elmondta, hozzájárult ennek a beruházásnak a megvalósulásához Pest megyei helyi piacok fejlesztésére kiírt pályázata a pénzügyminisztériumnak, és ebből Üllőváros önkormányzata nagyon jól pályázva a maximális elnyerhető 150 millió forintos visszanemtérítendő támogatást tudott elnyerni. Most, hogy egy világjárvánnyal kell szembenéznünk, különösen fontos, hogy megbecsüljük a hazai termelők munkáját, akire és akikre folyamatosan, stabilan számíthatunk. Célunk, hogy a hazai élelmiszerellátás gerincét a családi gazdaságok, a magyar élelmiszer előállító és feldolgozó kis- és középméretű vállalkozások alkossák. Ehhez tudatos fogyasztói döntésekre is szükség van. Magyar termékek vásárlásával sok ezer magyar család boldogulásához járulunk hozzá, ezáltal pedig csökkenthetjük hazánk függőségét, és természetesen a hazai munkahelyeket védjük, a helyi gazdaságot erősíthetjük. Ezután dr. Kun Mária református lelkész és Virág József katolikus plébános megáldotta a létesítményt. A polgármester, az országgyűlési képviselő és az agrárminiszter átvágták a nemzeti színszalagot, majd a város első embere átadta az intézmény kulcsát Szabó Zsoltnak, a városüzemeltető Kft. Vezetőjének.